Tisztelt megjelentek, kedves közönség! Szeretettel köszöntöm Önöket a 2021-es Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitóján. Az országos hírű, hagyományos összművészeti fesztivál az ősi főváros legjelentősebb rendezvénye, amely színvonalas, érdekes programjaival minden évben számos vendéget vonz városunkba, a környékről, de a távolabbi vidékekről is. Nagy öröm, hogy a hosszú rendezvényszegény a személyes találkozásokat is korlátozó időszak után idén nyáron szinte teljes gazdagságában élvezhetjük az eseménysorozatot, hiszen a legutóbbi könnyítések után az ingyenes koncerteken is együtt lehetünk itt a belvárosban. Székesfehérvár közössége és a hozzánk érkező látogatók a város szépsége mellett a megszokott nívójú, minden korosztály számára érdekes, izgalmas programokkal találkozhat az elkövetkező napokban. A Szent István napja köré szervezett rendezvénysorozat idén is méltóképpen emlékezik az ország és város alapító királyra. A koronázási ünnepi játékok napjainak idején középkori hangulatot teremtünk, a város jelképeinek számító óriásbábok pedig többször is felvonulnak a belvárosban. Az élősak előadásban a Morva-mezei csatát elevenítik fel fehérvári középiskolások. A Malom utcai táncházban a néptánc szerelmeseit várják. Az Icsiligetben lesz családi piknik, lovagi torna és számos gyermekfoglalkozás, kreatív játék. A Városháza díszudvarába, kertmoziba mehetünk, és persze lesznek koncertek is. A komoly zene kedvelőit az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hívja a Bartók Béla térre, az Icsiligetben pedig a Best of Geszti, az István a Király Rock Opera koncertváltozata és az Alba Régia Táncegyüttes fesztiválzáró estje várja a vendégeket. Most felkérem dr. Cserpalkovics András polgármester urat, hogy mondja el köszöntő szavait. Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt a Nemzeti Emlékhelynél, a Királyi Napok rendezvény sorozat idei megnyitóján. Amikor 2019-ben nem messze innen az Országalmánál megnyithattam ezt a történelmi fesztivált, ami értékeinkről szól, erről a városról, büszkén emlékezve történelmi múltunkra és megélve a jelen szépségeit, akkor olyan természetesnek tűnt, hogy itt augusztus közepén, Szent István ünnepéhez közeledvén elkezdődik a Királyi Napok. Nem gondoltuk, hogy aztán jön egy 2020-as esztendő, amikor kiderül, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő és nem feltétlenül természetes. Kiürült a város, nem volt tele élettel, nem voltak rendezvények, események, nem nagyon láttunk embert a tereken, az utcákon. Nem volt jó érzés, és arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz, amikor újra visszakapjuk életünket. Nem tudtuk így 2021 tavaszán sem pontosan, hogy milyen módon, hogy lehet, milyen szabályok betartásával majd a nyáron rendezvényeket, így királyi napokat tartani. Szerencsére azonban itt lehetünk, és megtarthatjuk azt a másfél hetes rendezvénysorozatot, amire a város joggal és okkal büszke, amit joggal és okkal várt és szeret. És bízom benne, hogy így lesz ez idén is. Köszönhető ez azoknak, akik az összefogás erejével hívve megtették kötelességüket, feladatukat, külön természetesen gondolva az egészségügyben dolgozókra, és mindenkire, aki a saját őrhelyén elvégezte azt a munkát, aminek következtében most itt lehetünk, együtt lehetünk, és megélhetjük ezt a másfél hetes ünnepet. Ünnepet, ami sok-sok rendezvénnyel, eseménnyel várja majd Önöket. Remélem, hogy akik hozzánk látogatok, azok majd szép élményekkel, emlékekkel térnek haza, és visszatérnek majd Székesfehérvárra. És mellette bízom, hogy a fehérváriak jól otthon fogják magukat érezni itt a városban, úgy, hogy közben megéljük büszkeséggel például ennek a helynek az üzenetét, és azt, hogy amire ebben a másfél hétben emlékezünk, aztán majd Szent István királyra augusztus 20-án, azokból az eseményekből és történelmi személyiségekből sok-sok évszázadon keresztül itt alkottak, és itt történtek azok a történések, amelyekre most büszkék lehetünk. Ez ott legyen a lelkünkben, ott legyen a szívünkben ebben a másfél hétben, mellette pedig érezzük nagyon-nagyon jól magunkat, találkozásokat, sok-sok mosolyt, jókedvet, vidámságot kívánok Önöknek. Kedves hölgyeim és uraim, most jönne az a pillanat, amikor az lenne a polgármester dolga, hogy megnyissa az idei rendezvénysorozatot, és bejelentse ezen mondatot. Úgy gondoltam, hogy idén azonban valaki más igazán méltó ahhoz, és arra, hogy ezt megtegye.
méltó, mert hosszú-hosszú évtizedek küzdelme, sok-sok munkája után nem olyan régen egy nagyon-nagyon messzi országban, annak egy nagyon nagy városában valami fantasztikus dolgot hajtott végre. És ezzel óriási örömet okozott nem csak magának, hanem mindenkinek, minden magyar embernek éljen bárhol a földön, és azon belül pedig itt Székesfehérvárnak, hiszen ő egy igazi székesfehérvári. Én ezért gondoltam, hogy az idei királyi napokat ő nyissa meg. Kérem, hogy nagy szeretettel fogadjuk Kovács Saroltát. Saci, kérlek, színpadra fárad. Köszönöm, polgármester úr. Én is köszöntök és üdvözlök mindenkit. Ennyire a versenyen nem izgultam. Ennyi ember előtt még nem beszéltem. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és nagyon jó érzés, hogy itt állhatok, és én nyithatom meg az idei fehérvári királyi napokat. Mindenkinek az elkövetkező napokban nagyon jó szórakozást és kikapcsolódást kívánok. Tényleg nem szeretném sokáig húzni, habár tudok beszélni. Annyit el szeretnék mondani, hogy nagyon köszönöm azt a sok szeretetet és energiát, amit küldtetek, eljutott Japánig, és nagyon köszönöm a támogatást a városnak is, az önkormányzatnak is, polgármester úrnak is. Annyi mindent mondanék, úgyhogy tényleg rövid leszek, úgyhogy ezennel az idei fehérvári királyi napokat megnyitom. Köszönöm. Köszönjük szépen, és ezúton szeretnénk mi is gratulálni a Székesfehérvári királyi napok szervezői nevében Kovács Saroltának, és köszönjük, hogy megnyitotta a rendezvényünket. A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg. A koronázási szertartáskönyv 1000 éves intelmének szellemében a programsorozat nyitányaként következik most a 2021-es Székesfehérvári királyi napok megnyitó műsora, amelynek címe Egyensúly ünnep. Az előadás a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, a Székesfehérvári Balettszínház, az Alba Régia Táncegyesület és a Baross Imre Artista Képző együttműködésében jött létre. Az öreg szerepében Szabó Miklós, a királyalakokat Balog Mihály jeleníti meg, a kisfiú Pál Nagy Botond, artisták Ratkóci Lilla, Heizer Dominika és Grand Pierre Gabriel, énekesek Farkas Eszter, Szabó Dániel és Eszes Nina, a ritmus hangszereken Ölvedi Gábor, a fúvós hangszereken Hámori János játszik. Koreográfusok Egerházi Attila és Majoros Róbert, zenei vezető Cserta Balázs, zeneszerző Szirtes Edina. Írta és rendezte Matuz János. Szép estét és jó szórakozást kívánunk Önöknek! Csodálatos! Párja nincs helyen állunk most, ifjú úr, tudod-e? A nagy boldogasszony bazilika, fenséges épülete magasodott itt, hosszú évszázadokon át. Tornyai felnyúltak a csillagokig, hirdetve a királyok városa, a koronázóváros Székesfehérvár dicsőségét. Mennyi szép szándékot és neki buzdulást láttak-e kövek? Repedései között még most is ott keringenek a féltő imák. Mert minden, ami születik, felnő, kiteljesedik. Majd ereje apad, és végül maga is elmúlik. Semmi sem örök.
ezért emlékezünk. Emlékeinket a szívünkbe, az elménkbe írjuk, hogy így álljuk útját a feledésnek. Ma egy csodálatos királyi családról mesélek neked. Népünk megmaradásában és felemelkedésében oly fontos szerepet játszó Árpádokról. Történetük egy vadászattal kezdődik. Történt valaha rég, hogy az új hazát kereső 7 szövetséges törzsből 2 herceg, 2 testvér, Hunor és Magor egy vadászat során egy fejedelmi szarvasbikát pillantott meg. Nosza, lóra kaptak és üldözőbe vették. Üldözték hegyen, üldözték árkon. A nap sokszor fölkelt és lehanyatlott, de hiába igyekeztek, a szarvast nem érték utol. A menekülő állat patái sziklákat szórtak. Agancsa koronaként terült el az éjszakai égbolton. Rajta 13 gyertya ragyogott. És aztán egyszer csak a szarvas megállt. Megrázta vízesésként lezúduló fekete sörényét, feldobbantott az égbe, és csillaggá változott. Amikor a 2 testvér körbenézett, erdőben, vadban, halban gazdag földet látott. A szarvas nyomán itt találtunk Pannónia földjére. Vándorlások kora véget ért, új hazára leltünk, hazaértünk. Első királyunk Géza fejedelem fia Vajk volt, aki régi nevét levetette, István néven király lett, és Pannónia dús földjén keresztény államot alapított. És mindenki megismerte a kézjegyét. Pedig amikor fejedelmi lándzsáját leszúrta a földbe, szinte a lehetetlenre vállalkozott. Leparancsolni egy szilaj lovas népet kitartó lovaik hátáról, fegyvert forgató erős kezeikbe szerszámokat adni, hogy törjék fel a földet, vessenek és arassanak évenkénti rendben, amint a nap jár. Rábírni őket, hogy ne hallgassák többé táltosaik énekét, hanem fogadjanak be egyetlen, új megváltót. De István megértette, hogy amint minden Isten rendelése szerint való a kiterjedt égbolton, úgy kell rendnek lennie az összefüggő földi tájakon is. Így hát törvényeket hozott, tanúságokat tett, tanácsokat és parancsokat adott.
Új volt a szájából minden szó, és első volt minden mozdulata, mert új volt az ég is, és új volt minden az ég alatt. Pedig megcselekedte a megtehetetlent. Lebírta a lebírhatatlant. Új könyveket nyitatott, és közkincsétette a titkokat. Két lábbal a földbe gyökerezett, de felnyúlt a felhők fölé, és elérte a csillagokat. Egyszerű, tiszta, érthető szavakkal mutatta az utat minden élő számára. Végül olyan ember lett, akinek szava a földön szárnyal, de szózata elhallatszott a világ végén. Bevégezte a munkát. Népét a kereszténység széles útjára kormányozta, Európa közepén pedig megalapított egy erős és gazdag országot. A figyelmét innentől kezdve fia Imre nevelésére fordította. A herceg kimagaslóan tehetséges volt. Ott ragyogott benne a nap és a hold. Ő lett a nagy boldogasszony bazilika közepén álló fehér trón várományosa. A fiú, aki arra hivatott, hogy apját is túlszárnyalja. Hogy minden ember azonos állapotban születik, és nem emel fel semmi, csak is az alázat, és nem taszít le semmi, csak is a gőg és a gyűlölség. A legnagyobb királyi erény tudomásom szerint a király elődök útját járni, a szülőket követni. Légy alázatos, légy türelmes, légy erős, légy mértékletes, légy szelíd! Apa büszke volt, Gizella az anya pedig rajong volt, és a szorgos asszony kezek már varták is a soha nem látott szépségű koronázási palástot, amelyben Imre majd átveszi a trónt apjától, a nagy boldog asszony bazilika íves csarnokában. De a történelem kereke fordult egyet, és Imrét halálos baleset érte egy
patkanvadászaton. Uram, lehajtott fejjel és nyitott szívvel térdelek most előtted. Volt egy fiam. Szebbre nem sütött a hold. Jobbra nem ragyogott még a felkelő napsugara. Amit rendeltél tőlem telhető igyekezettel megtettem. Színed elé hoztam ezt a népet, hogy őrizzék az igaz hitet, amelyet elnyertek. Tanítottam őket, hogy szeressék az igazságot, és kedveljék az égi szeretet láncát. Nincs több fiam, aki folytathatná a munkát, amelyet éppen csak elkezdtem. Ezért Atya Istennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézusnak édesanyja, Szentléleknek mátkája, boldogasszony, anyánk, Mária, a te kezedbe teszem most ezt az országot. Anyai palástodat fordítsd oltalmunkra, hogy ami virágba borult, az tovább virágozhassék. Tartsd meg ezt a népet. Ne feledkezz meg szegény magyarokról. Ég, és benne minden planéták, és minden csillagok csak egy gyermek játékai volnának. László király, a világ ámulatára, a világ mindenséggel így játszadozott. Óriás. Te testvérünk, bátyánk, apánk lett volna, pedig király volt. Oroszlánokkal és medvékkel játszott, mint a bárányokkal. Nem voltál erősebb, magasabb, szélesebb világon, és talán már nem is lesz soha. Ahol ő megjelent a csatában, az ellenségei úgy futottak el, akár a nyulak.
a rettentő bárgyát megforgatta. Táltos lova volt, akit úgy hívtak, hogy Szög. Képes volt vele felrúgtatni a csillagokba. Ahol meg földet ért, ott a földből forrásvíz fakadt. Abba, ha megfülöttünk, olyanok lettünk, mint ő. Nem féltünk soha. Üdvözlégy, ó kiváltságos, híres, neves, igazságos, jó ítélet védnőke, jó ítélet védnőke. István király, Imre herceg, László király. Az Árpád-ház férfi szentjei. Ha István az atya, Imre a fiú, akkor László a szent lélek volt. László a legnagyobb lovak királynak számított. Könyves Kálmán pedig Európa legműveltebb uralkodója volt. Papnak készült, király lett. Készen arra, hogy az észerejével utat mutasson egy babonákkal teli korban, mert 60 évvel azután, hogy István sírba szállt, még mindig sötét árnyakkal volt teli az éjszakai jégbolt. Áldozzatok hol tölte idején, és áldozzatok új holdkor, áldozzatok telőhold idején, és áldozzatok fogyóholdkor! Aranyatyácska, hadakura, holdanya, földanya, szélanya, tűzatya, vízanya, az égen ezüstlován keletről nyugatra lovagló napkirály! Áldozzatok vetés idején, és áldozzatok aratáskor, hogy a gonosz lelkek ne bújjanak elő a hétszer rétegezett föld alól. Törvényt írunk! Törvényt írunk, egyszerűt és érthetőt! Hogy tűnjenek a javasok, a táltosok, a sámánok, a regősök, a garaboncok! Vonuljon vissza minden szellemlény, amely kérve vagy kéretlenül atyáink mellé szegődött a hosszú út során. Ne legyenek többé egyebek, csak szélkergette por. Szégyítek a sámánok jövendőléseit, és kérjétek a táltosok tanácsait, mielőtt bármihez is fognátok. Törvényt írunk! Törvényt írunk, hogy rend legyen végre föld alatt, földön és égboltozaton. Törvényt írunk jogról és jogtalanság ellen. Törvényt írunk adókról és adományokról. Egyszerű, tiszta, érthető szavakkal szólunk ünnepnapokról és köznapokról, hogy kicsi és nagy, idős és fiatal, férfi és nő végre mind együtt haladjon. Mert démonok leselkednek rátok végig az emberi úton, bolygó lidércfények, kísértetek, tüzes farkú repülő csillagok, mumusok, vankúlyok, vérszívók, alakváltó boszorkányok! Alakváltó boszorkányokról, mivel nincsenek, többé szó ne essék! Ezt rendelem én, Kálmán, Pannonia tizedik királya, hogy a kereszténység friss vetésére a hit tiszta, tápláló harmata hújjon. Mert a tévejgők, a megtorpanók mind szétszélednek, és nyomtalanul tűnnek el a széles úton.
Harmadik Béla fiatal herceg korában a bizánci udvarban nevelkedett. Neki szánták a császári trónt. Végül magyar király lett, és az Árpádház 15. királyaként elfoglalta helyét a nagy boldogasszony bazilikában álló alabástom színű trónt. Sem előtte, sem utána nem volt oly uralkodó, aki ennyire értette és ismerte volna a keletet és a nyugatot. Benne a két út egyesült. Az Árpádok napja delelő ponton áll ekkor. Az ifjú és tehetséges uralkodó ereiben keresztény királyok, szentek vére csörgedez, de érti és érzi a keletről érkező szót. Engem békétnek eszközévé. Engedd, hogy pillantásommal átfoghassam a keletet és nyugatot. Jöjjön el végre a könyörületkor. Hogy hűs vizeit partjainál keleten és nyugaton végre minden szomjazó ott sorakozzon, mert voltunk már gyengék és mutattunk már erőt. Adtunk és elvettünk. Felégettünk és telepítettünk. Voltunk már minden és láttunk már mindent, Uram. Csak az általad teremtett világ valódi arcát nem láthattuk még. Mert azt csak akkor láthatjuk, ha majd eljön a béke, és a teremtett csendben mind együtt ülünk, és együtt elmélkedünk. Tegyél hát engem békétnek eszközévé, hogy sarjadjon az élet, és a világ mindenség minden szegletében gyarapodjék ember és állat. Ezt kívánom én, Harmadik Béla, Magyarország királya. Egykoron Alexiosz. Bizánci trónörökös. A korabeli Európában egyetlen egy uralkodóház sem adott annyi szentet a világnak, mint az Árpádok. Ötöt. A három fiú, István, István fia Imre és László mellé két leányt. Második András lányát Erzsébetet, és negyedik Béla lányát Margitot. Mindkét Árpádházi lány Asszízi Szent Ferenc útját követte. Mindkettő a teremtett világ szépségét hirdette, és fejedelmi életét hátrahagyva vég nélküli szolgálatban a betegek, szegények és elesettek megsegítésén fáradozott.
két vékony jel, a föld mélyéből elősejlő törékeny jelenés. Egy várba várt jobbkor hírnökei voltak. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, ahogy gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételyt, oda hitet, ahol kétségbeesést, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én vigasztaljak, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet várjak, mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen. Az 1200-as évek első harmadában új ellenség támadta messzi keleten, ahol Dzsingisz Kán egyesítette a mongol törzseket. Célja egy soha nem volt világbirodalom megalapítása. Ezért kedvenc unokájára, Batukánra bízott egy 100 000 lovasból álló félelmetes hadsereget, hogy istenük Tengri nevében igázza le a keresztény nyugatot. Mint a végítélet fekete felhője, úgy hömpölygött keletről nyugatra a mongol haderő, és nem volt nemzet, amely megállíthatta volna őket. 1241. márciusában a mongol hadsereg a vereckei hágónát Magyarországra ért. Negyedik Béla pedig összehívta a magyar sereget, hogy megkísérelje a lehetetlent, és a nyugati védelem utolsó bástyájaként megállítsa a mongol haderőt. A két sereg a Sajómenti Muhi mezején csapott össze. Még soha nem támadt a sivatag porából. A föld sem hordott a hátán még ilyen lényeket.
Hadnyi halálos sebb gyengült karcosunk kezéből sorra kihull a kard! Lángol a föld, és paráslik az ég! Emberek támolyognak az összeszakadt ég és föld között, mint égő fekete árnyak! Megnyitott hát a pokol kapuját pusztulásunkra, uram! Legyen hát! Én nem félek! Mi nem félünk! Téged imádva, mi együtt lépünk be rajta! És igen, a csoda megtörtént, ifjú úram. Batukán ugyan győzelmet aratott Muhinál, de az a győzelem felért egy vereséggel. Serege meggyengült, a kán nem sokára hazaindult, és nem is jött vissza soha. A világhódító nagy mongol terv elenyészett. Európa államai fellélegeztek, Béla király pedig nekilátott, hogy újjáépítse az országot. Még erősebbre, még gazdagabbra. De minden, ami születik, idővel elenyész, akár a virág. Így van ez a királyi házakkal is. Ő ott, harmadik András magyar király. Vér szerinti utóda nincs. A pohárban méreg van. Hogy kitette bele, nem számít. A király lassan a szájához emeli a poharat. Habozik. Mintha csak tudná. Végül iszik. Évszázadok hosszú és dicsőséges menetelései végén egyetlen rövid mozdulat. Az Árpád-ház csodálatos fájáról letörik az utolsó aranyágacska. Háromszáz éven át virágzott. Most nincs tovább. Nincs több hajtás, nincs több sarj. Ó, dehogy! Fény és árnyék, születés és halál, egymás kiegészítései csupán. Értelmet, célt egyik a másiknak ad. A magból tölgyfa lesz, a tölgyfából humusz, amiben aztán újra kisarjad az új mag. A teremtett világban minden szép egyensúlyban van. Azon iparkodik mindenki és minden, hogy ezt az egyensúlyt megtartsa. A világ mindenség terebélyes boltozata alatt.
1301-ben valami véget ért, de 1308-ban elkezdődik valami új. Az országot a történelem rögös útján egy olasz család, az Anjou vezeti tovább. Új legendák születnek majd, új szokások, új formák, új szavak. De a régiek nem enyésznek el. Mert amíg él az emlékezet, addig bennünk és velünk megmaradnak. Két világ, a kelet és a nyugat álmodói voltak. És otthonra leltek mindkettőbe. Szép egyensúlyban. Így van, ifjú barátom. Szép egyensúlyban. Sátra, nekem meg a nyergem, ti kunyhókban a hazai telkem, én vígan a messziségbe vágok, fölöttem csak a csillagvilágok. Thank you.
segítségét, köszönjük szépen, hogy az estet elnyújtottátok.